Volt alkalmunk kettesével, tehát ugye négyen voltunk, és kettesével, ketten elmentünk a határhoz. Én Ádámmal Hegyeshalomra mentünk, ugye ahova beérkeznek a menekültek a vonattal, és ugye Ausztriába mennek át. Azt hiszem, hogy számomra ez az egyik legszebb élmény. Igazából egy nagyon, nagyon nehéz éjszakák voltak. Ugye éjszakai műszakként mentünk teát és ételt osztogatni a menekülteknek. A máltai szeretetszolgálattal együtt nekik segítettünk. És ugye minden éjszaka körülbelül 4 vonatnyi ember, ami 5-6 ezer ember megy át csak éjszaka Magyarországról Ausztriába, és ezt ugye különböző órákban, és ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor jön a rendőrautó, és megérkezik 2000 ember, aki 100 méterre van a határtól, és akkor ugye nekik teát, ruhát, illetve ételt osztunk. Számomra egy nagyon, nagyon megdöbbentő, de ugyanakkor nagyon szép élmény volt az, hogy látni azt, hogy nagyon-nagyon sok gyerek van, rengeteg család, annak ellenére, hogy az emberek nagy része azt gondolja, hogy egy ilyen olyan elképzeléssel jön, hogy itt mindenki csak férfiak, és általában barátságtalanak és rosszak, hogy Peter mondta. Nagyon sok a gyerek, akik éjszaka gyalogolnak a szülőkkel, nagyon-nagyon fáradtak, de olyan szép látni, vagy olyan szép volt azt, hogy milyen hálásak mindenért, azért az egy pohár meleg teáért, amit oda nyújtunk nekik, azért, hogy néha átadhatták az újszülött gyerekeket, és néha az édesanyának 5 percet ideje volt megpihenni, és elfogyasztani azt a szendvicset, vagy valamilyen ételt. Igazából nagyon sok, nem volt alkalom arra, hogy kimondottan leüljünk, vagy beszélgessünk, vagy több időt eltöltsünk velük, de ahogy mindig megköszönték, az, ahogy néha megfogták a kezünket, és hullafáradtan éjjel 3 órakor, vagy reggel 5 órakor, az, nem tudom, csodálatos élmény nekem. És az, hogy néha azt látni például, hogy egy-két hetűs gyerekek, ugye én 3 zoknival, 2 nadrággal, 5 blúzzal és sapkával és 3 sállal így vacogtunk. Ehhez képest az újszülött párhetűs gyerekek zokni nélkül és sapka és teljesen szinte csórén az anyukával érkeztek, és ugye ilyen 42-es zoknit, amikor egy újszülött lábára húzol, akkor így nadrágnak is elég körülbelül, és azért is olyan hihetetlenül hálásak, hogy az anyukáknak néha potyog a könny a szemükből, és nem tudják eléggé megköszönni. Igazából minden egyes pillanat fantasztikus volt, és nagyon, nagyon sokat gondolkodtunk, mert nagyon sokat beszélgettünk Ádámmal is arról, hogy valóban ez volt az, persze fót is elképesztő élmény, de hogy igazából talán ez volt, az volt a legcsodálatosabb élmény nekünk, az egyik, amikor ott voltunk.